Szevasztok srácok, szevasztok, Zsizi vagyok, ez pedig itt ebben mint a Fosút lesz kettő gyerekek, ugye hát, mint az első részből kiderült, utálom itt a szart, mert a szarcsik a combon hamar befittyel, úgyhogy ugye a demója nyilvánossá vált, úgyhogy tudunk vele lágyan zörögni. Mint a Predator olyan hangja volt nekie. Azt a gyerekek! Az ívó szamár hang, hallottad a távolba? Hát pont... Ma ilyen szamár nap van, ne haragudjál meg! Szóval a gyerekek, csörgessük a demót, nézzük, hogy mi van! Ó, de az első részt gyűlöltem, bazd meg! Csak a Jimmyvel sikerült legyőzni a félelmet! Két héttel ezelőtt a fiatal hölgy megfondolta a Wanderinget, és egyedül, stretch nadrágban. Ott valami nagyon nagy izé megy, fajszerolás. Ezt a filmet te is megnéznéd. Az előtörténetéről, illetve hogy miről pontosan mi a sztori, fingom nincs. Jó hangos, bazd meg! A szemüveg leesett, jó megvan. Hát nem egy cliffhanger, az biztos. Van még mit gyakorolni? Ugyanolyan hempája van, mint nekem a csávónak. Én is utálom, ha szutykos. Hát az előbbi sikoltozásokból kifolyólag azért megnézném az előtörténetét, szóval hogy mi van a felvétel ezelőtti részén. Ó, mi vagyunk már? Lynn! Lynn! Oké. Okay. Már ver a hideg, bazd meg! Undorító út lesz. Hello? Még bekopogunk! Hello! Vízórát jöttem leolvasni. Mindegy, megyek is. 0 köbméter? Ne bassz föl, valaki ott szaladt. Hogy a görcs álljon a nyakába. Jó. Oh my gosh, gyerekek. A szúny... LOL! Csori! Már beköpték a legyek. Jézus! Reloading! Gyerekek! Megyünk erre tovább. Ott van a csávó! Ki volt harapva a nyaka neki, láttad? Mi a fasz? Ez mi gyerekek, a kukorica gyermekei? Ne basszál föl. Ne bassz, gyerekek. Ez nagyon kígyó. Hello. Senki se nyit ajtót, hogy rohadjon rájuk az összes talicska szar, ami itt van a kertbe.
Ja, hogy ki tudjuk nyitni az ablakot. Basz, a kurva életbe! Ah. Hogy rohadjál meg az MSZP-s gyertyáiddal együtt, te! Csempeszobán nevelkedett! Traktor felé arcú, ott van a jó kis guminéró. Bazd meg! Van itt szokor rádió. Íj! Mecsoda izé, a fuksza van neki, igazi rapper, halod? Bazd meg! Hello guys! Oké. Okay. Hogy kell? Itt migránsban vagyunk most, srácok. Átkúszunk a kerítés alatt. Jó, megyünk tova. Még a szar is vigyázz már bele, bazzik ezektől a hangoktól, halod? Hát még az ember kihúzza magát, mint a jó iskolás, mint a jó diák. Gyűn valaki. Running! Baszki! Ez jó buli volt. A kör gyerekek. A kurva életbe. Baszki. Ez mi a faszom volt, egy nyelv? Hol vagyunk? Vagy mi ez? Nyelvszkander! Jó Isten! Baszki. Nem, mert azért hamar leesik a vércukra. Balra van a menyecske. Geci. Lol, mi volt? Itt volt egy izé árny. Láttad? Te árny. Csap ki az árnyat, hogy rohadjál ketté. Bazd meg. 8 perc alatt leizzadtam, halod? Szörnyű. Szörnyű dolgok ezek. Én is I am scary, meg a faszom tudja mi. Ne már. Bannoljuk az Outlast készítőit, gyerekek, az életből. Oh, ez a legjobb rész a játékba, és most itt állunk egy 3 órán keresztül. Jessica? And Lynn? What, this was Jessica's? Elég volt. A zene dobozból. Megy ma fasz... Azt hittem eltűnt... Bazzeg, itt volt valakinek a keze! Jó, jó! Nem baszol ki velem, rohadjál meg! Megint itt volt a keze!
Ezt a buziságot, bazd meg! Még ilyen Outlast demók. Ez lányoknak való. Jaj, bocsánat. Valaki nagyon jó mulat, hogy szarjon egy kiló szöget. És ez itt? Hello? Nem, ez se az. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Bazd meg a kurva életbe! Anya! Ez mi ez? A kurva élet... Hogy basztád. Nem is, ha beszélek már semmit se. Bocsánat. Elnézést egyébként, de gondolom... Jönnek ki dolgok azért az ember táján! Jessica. Jessica, hogy rohadnál meg. Oh, yes. Oh my gosh. Ez mi a büdös fasz? Gyerekek, hát ez valami kegyetlen, bazd meg. Holy shit. Azt a kurva, ott szeleteli, mint a sajtos párizsi. Jó Isten! Szaladjál, geci! Jézus ereje, gyerekek! A radai Szűz Mária csapja homlokon egy szívlapáttal. És mi van? Ez tényleg a kukorica gyermekei, baszki. Itt vagyunk a röszkeiné. Fájdalmaim vannak. Isten boríts meg. Mi az, egy lámpa? Menjél már valamerre! Basz meg. Szaladjál, geci! Rohadjál meg! Az a szemüveg! Gyerekek, a családi ékszernek annyi. Azt a büdös teve gyerek gyártót az. Jó Isten! Gyerekek, köszönöm, hogy velem tartottatok. Én egy 30 évest öregettem. Hát ez valami nagyon durva. Valamiért az Outlast készítői bírják ezt elejüdőzni igazán, hogy izomból lefosod a bokádat. Ah. Hát mondjátok el a véleményeteket a játékról. Biztos, hogy uninstall a gecibe. Nem, hát biztos rá fognak beszélni azért sokszor a nézők, de... Én baszki magamtól... Soha! Úgyhogy én Zsizi voltam, szevasztok! Remélem legalább ti is annyira beszartatok, mint én, hogy az Isten áldjon meg benneteket. Csüssz!